Csodálatos titkok. Új hősök. Kedves naplóm! Macska és én hosszú időn át azt hittük, hogy mi vagyunk az egyedüli szuperhősök. Ám egy alkalommal a szerencse talizmánom közbeszólt. Egy kanna? Ismerős nekem. Nem a csatlós ellen adott fegyvert, hanem visszaküldött a talizmánok őrzőjéhez. Jó estét, mester! Szervusz, Marinette! Azt súgta nekem, hogy új hőstársat kell választanom, aki besegít. Bölcsen válasz! Ezen erőknek a jó ügyet kell szolgálniuk, nem kerülhetnek rossz kezekbe. Az első talizmánt csak egy valakire mertem rábízni. Arra, akiben egyébként is megbízok. Alias Izár, felajánlom neked a róka talizmánját és vele az illúzió hatalmát. Csak is a jó célért használhatod. Amint végeztünk, visszaszolgáltatod a talizmánt. Bízhatok benned? De még mennyire, Katica? Alia lett az első új hős. Aztán jöttek a többiek. Mész, páncélfel! Páncélos. Ryuko. Pegazus. És persze ott volt Áspis. Azt hittem, hogy Adrian jó választás lesz, mert hát, ugye, tudjátok, szívdöglesztően nézett ki Áspisként. De sajnos bakot lőttem vele, mert nem tudtam koncentrálni. Tessék! Amiért engem választottál? Köszi! Másik Áspist kellett találnom. Végül Luca lett az, aki aznap győzelemre vitt minket, mint Viperion. Újabb esély! Ám minden semmi ahhoz képest, amikor olyan hőssel találkoztam, akinek nem is adtam soha talizmán. De se baj. Nyuszix a nyúl talizmán hordozója, amivel képes az időutazásra. Fluff, óra visszahajtás! De hisz te... Igen, kis én, vágod már? Te én vagy, én meg te. Én vagyok az, akivé majd te felnősz. Ez igen, oltári menőcsaj lesz belőlem. Várj, ez így nem kerek. Én nem adtam neked, vagyis neked, vagyis én egyikőtöknek sem adtam oda a talizmát. Igen, még nem adtad nekünk, Minika, de csak mert még nem figyeltél fel arra, hogy milyen ütős csaj vagyok. Ne aggódj, majd egy nap ráébredsz. Én is szuperhős leszek, te király! Tényleg király volt. Alig várom a napot, amikor Alix is megkapja tőlem a talizmányát. Lehet, hogy ma lesz? Vagy holnap? Vagy tegnap volt? Bárhogy is, mindent elmesélek neked. Addig is, szia kedves naplóm! A Szinkront az SDI Media Hungary készítette.